Ma délelőtt érkezett a hír, hogy elhunyt Törtel egykori polgármestere Czerócki János. Tőzsgyökeres törteliként született, a középiskolát Szegléden végezte, utána sokáig a városban is dolgozott, a járási hivatalban, majd az áfésznál. Czerócki János soha nem tudott és nem is akart elszakadni szülőfalujától. Az ő kezdeményezésére lett a községnek minőségi termékeket forgalmazó élelmiszerboltja. Czerócki János 2002-ben megmérette magát az önkormányzati választásokon, ahol nyert, és 2006-ban is bizalmat szavaztak neki, így két cikluson át 8 évig irányította a falut. Sok fejlesztés fűződik a nevéhez. Polgármestersége alatt újították fel a művelődési házat, kialakították a falu múzeumot, de hozzáköthető a böllérverseny és a Törtelről elszármazottak találkozójának megszervezése is. Szintén segítségével valósult meg a falu történetét bemutató könyv kiadása. Czerócki János 2014 és 2019 között a Törteli Önkormányzat külsős tagjaként segítette a testületet. Czerócki János súlyos betegség után 73 évesen hunyt el.